Igen, ez hát a legendás Machu Picchu. A bátyám meg én voltunk az első fehér emberek, akik megpillantottuk ezt a titokzatos, több mint 300 évig hiába keresett inka erődöt, fenn a perui andokban. Akkor még nem sejtettem, milyen tragikus körülmények között fogom ezeket a titkokat őrző sziklákat viszont látni. Már jó ideje nézelődtünk, amikor a bátyám hirtelen így szólt. Jönnek! A nagy szellem legyen veled, és veled is napfiainak utolsó sarja. Ej! Fehér ember, nem léphet be az inkák szentélyébe! Ők a barátaim. Bocsáss meg, sápadt arcú testvérem, de Haukaropóra herceg nem mehet veletek Európába. Nem hagyhatja el atyái földjét. De Tahuka! Te akartad, hogy Haukaropóra Európában nevelkedjék? A bölcs istenek így döntöttek. Az istenek? Anciano döntött. Ő a napisten oltárának főpapja. De te vagy az inka. Tiéd a döntés joga. A főpap tolmácsolja nekünk a napisten és az ősök akaratát. Gyere, ez teljesen hiába való. Kétségbejtő dolog. Amíg ilyen korlátolt és maradi emberek lesznek, mint ez az Anciano, nem tehetünk semmit. Nem tudja elfelejteni, hogy az inkák birodalmát a fehérek rombolták le. Igen. Még 300 év után sem. Hald, amit mondok, Haukaropóra. Ez a Kipu Atahualpától szállt rád, az utolsó inka királytól, akit meggyilkoltak a kegyetlen spanyol hódítók. Nagy ősöd zsinór kötege olyan titkot rejt, melyet rajtunk és a főpapon kívül senkinek sem szabad megtudnia. Megmutatja az utat egy rejtett sziklabarlangba, ahová őseink elrejtették kincseiket a fosztogató spanyolok elől. Ez az inka öröksége. Soha ne feledd el, fiam. Míg mások erre a kincsre csak az értéke miatt vadásznak, nekünk ennél sokkal többet jelent. Ez az inkák jelképe. És te vagy az egyetlen és jogos örököse. Viracocha, világ mindenható teremtője, hallgass meg minket! Adj jelt, hogy megtudjuk, mikor jön el az idő, amikor Haukaropóra... Ez fentről hangzott! Az indiánok! Nekik nincs fegyverük! Átkozott! Engedd el! Gyere gyorsan! Én majd a másik oldalról! A mennydörgős mennykőbe az ördögött ide! Kerül! Esküszöm. Én, Anciano, esküszöm, nem halok meg addig, amíg ezt az aljas gyilkosságot meg nem bosszulom.
itt volt a táncból! Inkább örvendezzetek, társaim! Előttünk áll a férfiú, aki megmentette az utolsó inka herceget. Anciano! Anciano! Ő készítette elő Haukaropórát 10 éven át a feladatára. Az erőpróba ideje elérkezett. Haukaropóra mindannyiunk reménysége férfivá lett. Ő fogja lerázni a gyűlölt fehérek igáját, megbüntet minden gazságot, és visszaszerzi mindazt, amit tőlünk elraboltak. Elismeritek-e tehát Haukaropórát, Tahuka fiát, királyotoknak? Készek vagytok-e harcolni vezetésével és a harcot fel nem adni, amíg utolsó ellenségünk ki nem takarodott? A kapitoló harcosok szavait eskürek tekinthetek! Dicsőség Haukaropórának! Öljétek meg ezt a sápat arcút, Glotino ezredest, a gyűlölt Peru elnökének, Castillának jobb kezét! Nem tesz rólunk jelentést az elnöknek. Elnémítjuk örökre. Nesze! Latino ezredestől kaptam, erről a környékről jött, az Urumba közeléből. Sajnos a jelentés tartalma egyáltalán nem csökkenti a gondjaimat, uraim. Ismét nyugtalanság az indiánok között. A legenda, hogy a feltámadt inka herceg Haukaropóra visszaállítja ősei dicső birodalmát, egyre inkább terjed délen. Bizonyára emlékeznek, hogy egy inka kisfiút, akit így hívtak, 10 évvel ezelőtt az apjával együtt meggyilkoltak. Állítólag fehérek műve volt, 2 testvér. Jan és Karl Hansen volt a nevük. Az idősebbet később az indiánok holtan találták a Machu Picchun egy szakadékban. Karl a fiatalabb pedig eltűnt. Igen. Nagyon aggaszt Glotino ezredes hallgatása, annál inkább, mert levele a következő szavakkal zárul, jelentésemet 3 nap múlva várhatja, és ennek 3 hete azóta nem adott magáról életjel. Feleslegesen aggódik, elnök úr. Glotino ezredes már oly sokszor eltűnt, és mindig előkerült valamilyen álöltözetben. Igen, de most a helyzet rendkívül komoly, uraim. Egy bizalmas értesülés szerint ugyanis egy perui összeesküvő csoport azon fáradozik, hogy régi riválisomat, Vivancót, a számüzetésből visszahozza, és megtegye diktátornak. Vivancót? Nos, úgy gondolom, hogy Vivancóval és híveivel minden különösen megerőltetés nélkül elbánok. Azonban ugyanakkor egy indián lázadás is kitörne, az kapóra jönne az összeesküvőknek, és az ő malmukra hajtaná a vizet. Mi alatt az indiánokkal csatázom, Vivancó zavartalanul bevonulhat. A jelentés arról is beszámol, hogy Vivancó ügynökei már a pálmatónál az Abipónok között lebzselnek. Ez tehát Glotino ezredes utolsó jelentése. Talán el kellene küldenünk valakit Glotino ezredes felkutatására. Igen, és az illető ugyanakkor megpróbálhatna megtudni valamit Vivancó híveiről is. Hálás köszönet a tanácsért, Señor Ruiz. Ha még az erre alkalmas szemét is megnevezné, igazán túl boldoggá tenne engem. Azt hiszem, önök lebecsülik egy ilyen vállalkozás jelentőségét és nehézségeit, uraim. Én tudnék valakit, azonban... Nos? Ó, csak úgy felötlött bennem. Arra a híres vadászra gondolok, akit az indiánok villámkéznek vagy jaguárnak neveznek, szinte félistenként tisztelik. Meg tudnál mondani valamelyikőjük, hol található ez az ember, uraim? Utoljára 2 évvel ezelőtt látták Peruban. Úgy hiszem, Észak-Amerikába ment, elnök úr. Aha. Elnök úr, jöjjön csak! Mi az? Ott lenn! Glotino ez is. Hol? Ott, a tömegben! Fehér öltönyben és kalapban! Az? Ó, nem. Tényleg rendkívül hasonlít rá, de sajnos nem ő az. Ez egy szelíd és ártalmatlan német egyetemi professzor. Már hetek óta kilincsel nálam az öreg, hogy engedélyt kapjon özönvíz előtti csontok kiásására valahol a pampán.
Bocsánat, uram, én Morgenstern professzor vagyok, és azért jöttem ide Hamburgból, hogy ennél az eseménynél jelen lehessek. Mit gondol ön, vajon hozzájuthatok még egy belépő jegyhez? Minden jegy elkelt. Ajjaj, sajnos. Talán próbálja meg ott hátul. Ott hátul? Hálásan köszönöm, lekötelezett. Köszönöm szépen. Ja, vagy úgy, viszontlátásra. Egyébként, fiatal ember, nézze, ilyen órát vegyem magának, ez sokkal praktikusabb, mint a magáé, nem? Viszlát. Kinek nincs, még ki nem vett, a legjobb helyeket árulom felár nélkül. Ne tolongjanak annyira, hölgyeim és uraim, jut mindenkinek. Ilyen szerencséjük még sosem volt. Nehogy elszalasszák, ide-ide, aki nálam vesz, nem bánja meg, a legjobb bocsánat, helyet kapja. Uram, én Morgenstern professzor vagyok, és direkt azért jöttem Hamburgból, hogy ennél a látványosságnál, ennél az eseménynél jelen. Nem akarja mindezt inkább leírni, uram, nem érek rá, jegyet akar venni, vagy mi a fenét? Jegyet, uram, ha lehet. Nem szívesen adom oda, magamnak tettem félre, ez a legjobb hely az, ami... De... Nem most tudja, maradjon! Itt a pénzre, már! Szeretném ki... A törvény nevében letartóztatom. Miért tartóztatna le? Jegyüzérkedés miatt. Én? Miket beszél? Azt se tudom, hogy mit jelent. Amit a jegyekkel csinálsz. Mit csináltam velük? Nem értem. Ne add a hülyét, te csibész. Láttuk, hogy jegyet árusítottál a bikaviadalra. Én a bikaviadalra? Miféle bikaviadal? Hol lesz itt bikaviadal? Bocsánat, hogy megzavarom az urak csevegését, de én tartozom magának valamivel, barátom. Szeretném rendezni. Maga nekem szó sincs róla, ez téved. Nem, de hogy a jegyér, amit adott a bikaviadalra. Jegyért, miféle jegyért? A perui térképre gondol, amit tőlem kér. Dehogy is fogadok érte pénzt, uram, nem tartozik nekem semmivel se. Magam, csak nem fogadok el ajándékot, amitől önnek nagyon szüksége van a pénzre, mint nekem. De már kezdődik is az előadás, nem szeretnék lekészni róla, fogadj el, kérem. Mered még tagadni? Majd én megmutatom neked, te nyavajás zsaru, milyen ruhát kap az, aki kikezd egy boxbajnokkal. Én a... Jöhet a következő, hogy a fogorvosnál mondják. Na de drága jó uraim, csak nem beregszenek egy buta belépőjegy miatt, hát ez igaz. Állj, most már megvan a tárgyi bizonyíték. Vita nincs, megyünk az őrszobába. Maga is velünk jön. A mozgás, egy-kettő. Előre. Az ilyen hülyét ki kéne tömni. Na de kérem. Na mi az? Feketézőket fogtatok? Majd megismerkedünk a jó madarakkal. Glotino, Glotino. Teljesen meghűltetek. Engedjétek el őket, idióták. Kedves emberek, ezek a perúiak. Ezek magát Glotinónak nevezték? Igen, igen. E szót gyakran hallottam már magammal kapcsolatban. Valami barátságos dolog lehet. És utána néztem a szótárakban is, de eddig még sehol nem találtam meg. Mondja csak, nem Hamburgból jön? De igen, és ott is születtem. Persze akkor még jóval fiatalabb voltam. Én Stráloból származom, Berlin mellől, ha mondasz magának valamit. Hogyne, természetesen. Kizevetter. Nagyon örvendek. Kizevetter a nevem. Örvendek, Kizevetter úr. Szép jó napot, elnök úr! Ne menjünk be, professzor úr! Elmulasztjuk az elején. Nem, itt többről van szó, mint bikaviadalról. Az elnök integetése a sors integetése volt. Sietek hozzá. Jó, de hogyan jutok be? Ha az elnök integetését nem is, de az bizonyára jó sorsának köszönheti, hogy velem találkozott. Én ugyanis 3 hónapig dolgoztam az arénában, és ismerek egy titkos pincebejárót, amely közvetlenül az elnöki páholyba vezet. Jöjjön csak utána, gyorsan! Kiferegye meg! Ezeknek én vörös posztó vagyok, hogyan megyünk el előttük? Glotino! Glotino! Tessék! Bocsásson meg, kérem, igazán nem szeretném zavarni, de a feleségem minden áron látni akar jönt még a viadal előtt. Csak tessék. Nagyon köszönöm. Gyere be, angyalkám! Szerencsét akarok kívánni önnek. Vagy talán nem szabad? Egy szép hölgynek minden szabad. Az elnök sejt valamit, és Ivánko már türelmetlen. Nem vesztegethetjük tovább az időt. Miattam még sohasem vesztettek időt. Ne engem okoljon. Glotinónak nyoma veszett. Úgy. Szíveskedjenek helyet foglalni, mindjárt kezdődik a viadal. Foglaljanak helyet, hölgyeim.
Nagy megtiszteltetés, hogy te kaptad a kalapot. Utána majd vissza kell adnod. Hát arra aztán várhat. Na! Hagyjátok nekem! A végén kitöröm a nyakam. Lefogadom, hogy valamelyik ajtó ezek közül. Talán ez? Vagy az, vagy ez. Hát akkor próbáljuk meg ezt. Hű, de büdös van itt. Nem, akkor az nem az elnöki páholy. Jöjjön, menjünk tovább. Gondolja, hogy jó irányba megyünk? Bízom bennem, professzor. Furcsa, senkivel sem találkozunk. Mit szólna, ha megpróbálnánk errefelé? Professzor úr, úgy látom, egy tigrisnek kitetszett az ajtót nyitni. Ennyi, kizevetel maga, nem figyelt az iskolában. Dél-Amerikában nincsenek tigrisek, ezt jegyezze meg. Szíveskedne ezt talán neki is megmondani. Egy jaguár kiszabadult! Kérem, elnök úr, szíveskedjék kijönni a folyosóra. Parancsoljon. Törődjenek a hölgyekkel, uraim. Vissza mindenki! Csendet! Senki nem otszanjon. Gyere. Nyugalom, az elnököt helyezzék biztonságba. Csendet! Elnök úr, ő excellenciája küldött. Arra kéri önt, tisztelje meg látogatásával. Részemről a megtiszteltet, és mondja meg. Halló, Pilar! Szenyorita Graciella! Egész nap kerestelek, mint egy félőrült. Hol voltál már megint? Ha szenyoritának nevezel, akkor tudom, hogy komolyan haragszol. Nagyon jól tudod, hogy a nagybátyád nem szereti, ha egyedül csavarogsz a környéken. Hát itt van? Aha. Szélvész kisasszony. Ó, hát már visszaérkeztél. Azt hittem, hogy csak holnap után jössz. Az újabb nyom sem vezetett el Ancianohoz. Azt hiszem, tényleg meghalt. De azért ugye nem adott fel? Nem. Add ide a manzsetta gombjaimat, kérlek. Igen. Ő most meglátja a kalapot. Vásároljak egyet mást. A jövő héten újra nekiindulok. Na, mi van már megint a rovásodon? Úgy beszélsz, mintha folyton csak bánatot okoznék neked. Hát tudod, ami azt illeti, ezt a vajszívű Pilárt meg a fiát orránál fogva vezetem. Engedd meg, hogy veled menjek. Ne. Erre még aludni kell egyet kicsit. Megtanítottál lovagolni és puskával bánni. Apám ártatlanságának bebizonyítása nem csak neked, nekem is fontos.
Hadd menjek veled. Nem, túl veszélyes. Ez az utazás nem gyerekjáték. A kalap. Voltál ma a városban? Igen, de nem volt semmi érdekes. Valóban semmi. Az utcák kihaltak voltak, mindenki a bikaviadalon volt. És az téged nem érdekel? Dehogy nem, de te nem szívesen veszed, ha oda megyek. Ejha, bekicsipted magad, így meg se ismerlek. Mit tehet az ember, ha az elnök úr várja? Az elnök? Mit akar tőled? Semmi különöset. Egyébként ne felejtsd el visszavinni a kalapot, így illik. Nagyon kérem, most ne zavarjanak. Látja, kérem, a hölgyek alig bírják fékezni magukat, hogy közelebbről megismerjék a hős férfiút, aki megfékezte a jaguárt. Ezzel főleg a hölgyeknek tartoztam. Nagy hálára kötelezett engem, azt hiszem, ezt felesleges hangsúlyoznom. Tulajdonképpen a jaguárnak kellene hálásnak lennem. Szivart? Köszönöm. Mert nélküle az a hőóhajom, hogy önnel megismerkedjem, alig ha teljesült volna ilyen hamar. Nagyon csodálkozom, hogy egy ilyen nagy ország elnöke ennyi időt veszteget rám. Úgy érti, egy olyan országé, amelynek békéjét forrongás veszélyezteti. Felkelések, forradalmak. De hiszen éppen az önuralma alatt virul itt olyan béke, mint amilyen még soha. Nem, nem. Hadd térjek most rá a lényegre, szenyor. Ma délután ön nekem tett nagy szolgálatot. Most pedig Peru kéri az ön segítségét. Excellenciás uram, az aktán. Vivanco bérenceinek akcióját meg kell hiúsítanunk. Túl sokan visszaéltek ennek a békés népnek a bizalmával. Pizarro kegyetlen hordáitól kezdve egészen addig a két testvérig, akik beférkőztek az utolsó inka bizalmába, hogy aztán orvul agyonlőjék. Szóbeszéd, nincs rá bizonyíték. Minden esetre ővelük látták utoljára az áldozatot. Csak olyas valaki, akit az indiánok oly nagyra tartanak, mint önt, léphet most közbe eredményesen. Menjen törstől törshöz, és mondja meg az indiánoknak, ne hagyják magukat belehajszolni olyan felkelésbe, amelynek véres, tragikus kimenetele lenne. Nem akarok a mi modern, biztos fegyvereinkkel olyanok ellen harcolni, akiket szeretek és becsülök. Én nem akarok második Pizarro lenni. Tessék! Á, Ruiz! Félek, ha továbbra is elvonom a társaságtól, a hölgyek lázadásától kell tartanom. Igaz, Ruiz? Ezennel átadom önt a sorsának, miért csak nekem legyen nehéz az élet? Elnök úr, ez az ember, akit ön megtisztelt azzal, hogy fogadott, nem más, mint Karl Hansen. Egyike a testvéreknek, akik 10 évvel ezelőtt Tahukát és a fiát meggyilkolták. Várom a magyarázatát. Elnök úr. Nekem nincs mit titkolnom. 10 éve keresem azt a két embert, aki tudja, hogy mi történt. Az igazi gyilkost és Ancianót, az inka főpapot. Ő bizonyíthatja ártatlanságomat. Feltéve, ha még él. Efelől megnyugtathatom, él. Értesüléseim szerint ő maga az indián felkelés lelke. Sajnos önnek nem igen lesz alkalom, hogy ezt az igen kétséges mentőtanút előkerítse. Már is átadom önt a perui igazságszolgáltatásnak. Nem is lehet vitás, hogy mire számíthat. Egy pillanat. Én szeretnék hinni önnek, szenyor Hansen, bár a körülmények mindenképpen ön és a testvére ellen szólnak. Elismeri, hogy jelen volt akkor? Igen, ott voltam, de... Az indián felkelés célja ugyanis annak a haukaroporának a megkoronázása, akit önök állítólag megöltek. Lehetséges, hogy mégis él? Magam láttam a holttestét. A legenda arról beszél, hogy feltámadt. De mert ez alig, ha lehetséges, vagy egy szélhámos álhercegről van szó, vagy pedig Haukaroppóra mégsem halt meg. Ezt a lehető leggyorsabban tisztázni kell, és erre ön a legalkalmasabb. Keresse meg Haukaroppórát, és ha valóban él, hozza el ide. De kegyelmes uram! Értse meg, kérem, ez a kérdés rendkívül fontos. És nem csak Peru számára. Adok erre egy hónapot. Nem mondta még meg, 10 éve próbálsz visszatartani. Szűz anyám, érzem, hogy fel fogják agasztani. Ne siránkozz, Pilar, és egy cseppet se aggódj, mert mindent rendbe hozok. Ha látod, most felébresztetted Graciellát. Megint ostromolni kezd, hogy vigyük magunkkal. Üdvözöld a nevemben, és mondd meg neki, hogy hamarosan visszatérek. Na hát, ez a lány. Ugyan, Graciella, ne csinálj ilyet. Persze, hogy ti nyerjétek meg a fogadást. Ó, nem, azt már nem. Bebizonyítom nektek, hogy szamárságokat beszéltek. Egyáltalán nem vagyok szerelmes belé.
Tetszik nekem ennyi az egész. És most megmutatom nektek, de hogy... most már későre jár, Graciella. Ti nyugodtan hazamehettek. Maradj itt, mindjárt jövök. A színre lépett Jaguar e pillanatban a legveszedelmesebb ellenfelünk. Hogy mennyire veszélyes, abból is lemérheti, hogy Vivanco miatta riadóztatta a helyőrségeket. Északi támaszpontjaink tisztjeit már értesítettük. Holnap estére ideérkeznek, és elkísérik önt a Titicacatóhoz. Az imént, mintha azt mondta volna, hogy az a bizonyos Jaguar is arra a környékre indult. Igen, ebben állapodtak meg az elnökkel. Akkor felesleges is aggódnia. Hogy? Ott van az aranyásó az embereivel. A Gambusino. Naponta hallom a bíróságtól, miféle hajmeresztő dolgokat művel. De szükségünk van rá. Ez a félelmetes kalandor igen hasznos nekünk. És ha Jaguar a keze közé kerül, Isten legyen neki irgalmas. Én még ma értesítem Pellajó kapitányt. Helyőrsége a Titicacatónál állomásozik, tartóztassa fel, és tegye ártalmatlan a Jaguárt. Akkor hát Jaguárt halottnak tekinthetjük. Senyorita Graciella, hol voltál már megint? Mindjárt térj is te! Ugyan hagyd ezt, Pilar, azonnal beszélnem kell a nagybácsikámmal. Carlos már nincs itt, kislányom. Lova ment el Geronimóval. Már el is múlt egy órája. Hova ment? Délfelé. Azt mondták, a Titicacatóhoz mennek. Figyelmeztetnem kell őket, hogy óvakodjanak a Gambusinótól. A Gambusino! Úristen, Graciella! Nem indulhatnál egy egyedül vaktában! A Gambusino! Gyorsan, gyorsan, bezárni az ajtót! Már itt is vannak! Be a boltba! Gyertek velem! Takarodj! A fene egye meg zárva van. Eldugta a kulcsot, anyavajás. Rosszul rejtetted el. Én már megtaláltam. Milyen csinos madárkalitkád van. Úgy. Add ki a részünket, Pellajó kapitány várja. Várhat még, abban még senki sem halt bele. És mi van a pénzünkkel? Tűnjel! Nincs már szükségem se rád, sem a kapitányodra. Addig nem megyek el, amíg ki nem adod a részünket. Hát jó, ha ragaszkodsz hozzá, megkaphatod a részed. Gyerünk utána! Pablónak már itt kellene lennie. A rajtaütésnek már rég vége. Há? Önnek kellett volna mennie. Cseppet sem bízom ebben a Gambusinóban. Ha valami baj érni, nem sejthettük előre. Nem értem, miért keresed újra meg újra itt. Igazad van, sokszor jártam már erre, és mindig hiába. De most majdnem biztosan tudom, a Machu Picchu-n megtalálom. Nézze, kapitány! Két lovas! Talán Jaguar! Ugyan a limai jelentés szerint még nem lehet itt. Carlos, oda néz! Nekik is látniuk kellett minket, és semmit sem csinálnak. Ez nagyon gyanús. Igen. Úgy teszünk, mintha nem láttuk volna meg őket. És kerülő úton megyünk a faluba. Jó. Ne! Indulás! Gyerünk!
Megrohanták, ahogy sejtettem. Te kerülj a másik oldalról. Jó. Várj, amíg jelt adok. Értem. Mi történik itt? Az engem is nagyon érdekelne. Maga lőtte le? Nem csak ezt, az az öt a falnál szintén az én kontómra megy. Egy kicsit elkéstek. Amint a füstöt megláttuk, azonnal ideindultunk. Biztosan megint a banditák műve. Furcsa, hogy önök mindig csak akkor bukkannak fel, amikor a banditák már elmentek. Kapitány! Nem tartozom önnek számadással. Kapitány! Ha? Nem kéne visszafordulnunk? Nem, nem. Ez most már látott minket. Menj szépen és légy ügyes. Indulj. Vágta. Karamba! A kassa üres. Hol a pénz? Gambusino! Aljas gazember! Bosszantó, ha az ember becsapja az üzlettársa, igaz? Jaguár! Hát mégis... Tele jó kapitány, maga hazaáruló. És a hadsereg szégyene. Megőrült! Felhatalmazásom van az elnöktől, hogy mindenkit letartóztassak, aki hivatalával visszaél. Ez a fickó megőrült. Én Jaguárt nem ilyennek képzeltem. Ravaszabbnak, sokkal ügyesebbnek. Vigyétek el! Megkifatja drága látos elnökét a temetésére. Megszaki! Ott van! Gyorsan vissza! A titikakatóhoz! Mit szösd ez a varj? Dinoszauruszok, ichthyoszauruszok. Kizeveter úr! Kizeveter úr! Mi az ördöget csinál itt? Magalok kicsit, mielőtt útnak indulunk. Ez a sok csont teljesen megkavarta az agyamat. Mastodonok, ichthyoszauruszok, dinoszauruszok. Nagyon érdekes. Ugyan kérem, nem kell ezzel fáradnia. Jöjjön velem ki. Nagyon tévedkedes, professzor úr. Én nem szeretek félmunkát végezni. Végtére is tudnom kell, milyen csontokat ássak ki, és milyen csontokat hagyjak a földben. És kérem, ne nevezzen Kizeveter úrnak. Azt szeretem legjobban, ha a kereszt nevemen szólítanak. Jól van, Bonifác úr, de most már... Miféle Bonifác? Fritz a becsületes nevem. Ja, úgy, Fritz. Igen. Már úgy is gondolhattam, hogy Bonifác. Professzor úr, most már tudom, hogy mint lesz a dolog. Megérkezünk a pampára is. Na, látja, pampa, most már nem kell aggódni, amiattam találtam valami nagyszerűt. Csodálkozni fog. Mit talált? A legeslegjobb vezető egész Dél-Amerikában. Azon kívül szakmaveri, ismeri a jégkorszakot, az ősállatokat, ismeri a lelőhelyeket. Valóságos lelőzseni. Nézze, ott van. Ott van. Oh. Ott ül a jó ember, napbarmítottan. Ez az? Igen, ő az. Szabad bemutattam az urakat? Don Parmesan Rui Eliberio de Sarguani Casteguardiente, ó kastiliai nemes. Stimmel? Sí. Ezt a szépsengésű nevet arcom berejtékével tanultam meg. Én meg se próbálom. Nekem egyszerűen Don Parmesan. Ó, ez is kitűnő ötlet. Don Parmesan. Megengedi, hogy a nevét kísérle rövidítsük?
Szé. Na és most figyeljen, barátom. Uraságot tehát tudja, hol lelhető egy Kryptodon? Szé. Egy Megatérion? Szé. Egy Mastodon? Szé. Hallotta ezt, Fricike? Egy óriás gyík, egy óriás elefánt, egy óriás lajhár, hát ez csodálatos. Egy lajhárt már sikerült is találnunk. Gondolja, hogy tud nekünk hátas lovakat szerezni? Biztos vagyok benne. Szenyor, azt hiszem könnyűszerrel tud nekünk megfelelő hátas lovakat és teherhordó állatokat szerezni. Szép. Szörnyűséges meleg van errefelé. Ó, lassíts egy kicsit, mocsa. Nyomokat látok. Két lónak a nyoma. Talán erre mentek tovább. Várj, megnézem. Gyere ide. Gyere ide. Mocsa! Mocsa! Hol csavarogsz? Mocsa! Egy cseppet sem kell félned tőle. Mi nem temetjük a földbe halottainkat, mint más népek. Az erdőben pihennek a legöregebb fák alatt, hogy tekintetük örökké vigyázza hegyeinket és völgyeinket, és oltalmazza az erre járókat. Várj! Elkísérlek a lovadhoz. Egyedül lovagolsz a vadonban? Muszáj, a bácsikámat keresem. Ő előre ment. Nagyon bátor vagy és nagyon meggondolatlan. Honnan jössz? A fővárosból. Melyik fővárosból? Peru fővárosából, Limából. Várj, van nálam térkép, megmutatom. Nem vagyok rá kíváncsi. Mi csak egy fővárost ismerünk. Cuscót. Az Inka Birodalom fővárosát. Mondd, ki vagy te? Én segítek neked megkeresni a nagybátyádat. De te nem kérdezhetsz tőlem semmit, és nem mondhatod el senkinek, hogy velem találkoztál. De itt aztán már találunk valamit, ugye? Ez érkezeskedik, Dr. Don Parmesan? Szé. Ne fáradjon ezzel a Cocklerrel, professzor úr! Nem érted semmihez, csak a lustálkodáshoz. Barátom, nem szabad soha olyat állítanunk, amit nem tudunk bebizonyítani. Kíváncsi rá, mit tudok én bebizonyítani? Mi itt simán éhen halunk. Ezt tudom önnek bizonyítani. De mindig csak a gyomrodra gondolsz, Fritz. A gyomromat nem tudom elhallgattatni. Azon kívül önért is felelős vagyok, professzor úr. És farkaséhes vagyok. És nem tudom megérteni, hogyha egyszer éhes vagyok, miért ne beszélhetnék róla. Na igen, igen, elismerem, hogy nekem is van némi ürességérzetem a gyomortájon. De Don Parmesan segítségével nyilván találunk valamit, igaz, szenyor? Szé. Szé, szé. De mikor és hol? Már kinézem a szemem és nem látok semmit. Itt csak vacak fű van, semmi más, csak fű. Az meg csak ennek a páviánnak ízlik. Tessék, nézze meg, már megint legelészik. Latino! No. Várd a kész pokol, olyan kemény volt ez az izé, hogy majd eltört a lábam. Euréka! Végre megtaláltam! Euréka! Gyere ide, Fritz! Gyere, nézd csak meg, amint érdelek! Nézd meg, mi van itt! Tudod, mi ez? Hogy mi ez, azt nem tudom, de hogy kemény, azt éreztem. Persze, hogy kemény, hiszen ez egy óriás teknős, óriás páncélja, óriás tudományos szenzáció, felbecsülhetetlen értékű lelet, egy gigantokelónia. Kedves Fritz, tudod, mit jelent ez? Ez egész életművem koronája lesz. Csodálatos. Tárjuk fel ezt a kincset, ás és hozz egy fusót, illetve fuss és hozz egy ás. Látja, professzor, mégiscsak akadt valami. Célhoz értem. Na és ki talált rá? Ó, persze, kedves Ficikém, nagyon-nagyon hálás vagyok. Szóra se érdemes, profikám. Köszönöm, hogy eszembe juttattad. Don Parmesan, maga engem a világ legboldogabb emberévé tett. Don Parmesan. Fricike! Ez az alak egyszer még beleszakad a munkába. Igen, akkor szólj neki, kérlek, pihenjen egy kicsit, kímélje magát.
Fricikém. Már megint igazságtalan vagy. Nem látod, hogy Don Parmesan piócákat gyűjt? Az ember sohasem tudhatja, hogy mikor veszi hasznát a piócának. Nagyon gondos és előrelátó, ez az ember pótolhatatlan. Hát, ha ez pótolhatatlan, akkor nyíljon meg alattam a föld. Fricike, hol mész? Nem tudom, lecsúsztam az őskorba. Mi bolondoz és mit csinálsz ott? Gyönyörködöm az állat lábaiban. Tessék, nézze csak meg! Belle jó, már biztosan elfogta a jaguár. Állj! Ott azok a lovasok, indiánok. Semmi baj, ez El Cranco Duro, kemény koponya, a kambák híres törzsfőnöke. Ő is szövetségesünk, azért jön, hogy muníciót vigyen az embereinek. Tőlünk, hol van itt lőszerraktár? Mindenről gondoskodtunk. Itt is, mint mindenütt az országban, titkos föld alatti fegyverraktárakat létesítettünk. Elvezetem őket az egyikhez. Az özönvíz előtti állatok úgy látszik, főleg fegyverekkel táplálkoztak. Különös. Pedig nem látszanak olyan réginek. Szerintem az állatot rakták rá a puskákra. Ilyet még nem tipáltam. Kérdezze meg a pótolhatatlant, hajlandó-e segíteni a kirakodásnál? Aha. Igen, igazad van. Szóljon csak neki. Hello! Don Parmesan! Don Señor! Si! Ha lenne olyan szíves ide fáradni, kedves Don Parmesan! Si! Vigasztalhatatlan vagyok, hogy meg kell zavarnom fontos tevékenységében. Don Parmesan minket lekötelezne, ha nem csak a hónunk alá nyúlna olyan készségesen, hanem a puskák után is, amelyeket átnyújtunk önnek. De persze csak, ha nincs jobb dolga szenyorságodnak. Ó, az aranyos állatkák. Parancsoljon. Tessék, Don Parmesan. Úgy, jön a következő. Óvatosan bánjon a kicsikkel. Már is adom a következő nagyságodnak. Köszönöm. Tessék, itt. Rendkívül szépen tör, hogy segít nekünk. Várjon, még jön néhány. Óvatosan bánjon vele. Bizony puskával sosem szabad tréfálni. Az is lehet, hogy meg van töltve. Ó, na ne ijedjen meg, ez a olyan tréfa volt. Legyen olyan szíves lefáradni és segíteni nekünk. No. Vissza! Megkötözni! Glotino! Ki? Megható, hogy önök is segíteni akarnak. Ezt nevezem meglepetésnek. Azt hittem, hogy maga már régen elfogadott. Morgenstern professzor vagyok, és Hamburgból jöttem ide azzal a szándékkal, hogy özönvíz előtt... Ne fáradjon, ezredes úr. Felismertem önt. Persze, hogy ismerjük egymást. Maga volt az a kis kövér, aki... Ó, nem, maga az a szűke volt, rányom, csak... A... Jöjjön ki onnan, szenyor, vagy keresztül lövöm. Szóval ön is zoopaleontológus, és irigyli, hogy én találtam meg ezt a gigantikus teknőst, hogy a dicsőség nem az öné, hanem az enyém, igaz? Szégyelheti magát, fiatalember. Mit fecseg ez össze-vissza? Csak ugyan azt gondolja, hogy... De még mennyire ő az? Az a passziója, hogy mindig áruhában mászkál. Elvisszük a gazembert a Gambuzinónak ajándékba. Nem tudom, Don Perillo. Attól tartok téve. Ha én egyszer azt mondom, hogy ő az, akkor magának az a kötelessége, hogy elhiggye, értette? De hát... Ő maga is igazolhatja. Annak mindig hatása volt. Latino! És most figyelem, tisztelt ezredes uram. Hogy tetszenek magának ezek a kedves kis bogárkák? Milyen éhesek a friss mézre. Ízletes, mi? Így még gusztusosabb lesz. Ez szundít. Azt hiszi, ha alszik, nem érzi, amint lerágják a húst a csontjáról. Földre velük! Mit figyelsz? Ezt a nevetést. Nézze csak, ki jön itt. Jó humora van. És ennek pont az önbecses születésnapján kell történnie. Nem ma, Fricikém, holnap lesz, és különben sem lényeges. Nézd csak, Frici, milyen okosak ezek az állatkák. Nem mindent falnak fel, nem? Morzsánként becipelik a kis fáradhatatlanok a húst a bolyba, és ott tartalékot gyűjtenek. Konzerv leszünk a angyáknak. Ha ezt elmondom anyukámnak, többé nem enged ide. Ez meg alszik, ez mindig alszik, még most is. Szerintem embernek álcázott marmota. Csak akkor nem szúnyál a piócát gyűjt. Ne prézs, mit állj már, Fritz, megint igazságtalan vagy. Ne tégy neki szemreányás, Don Parmesan osztozik a sorsunkban. Hát ebben nagyon téved, kedves professzor úr. Nézze csak meg rajtunk, hogy nyüzsögnek.
Ez meg olyan büdös, hogy még a angyák is nagy évben elkerülik. Akkor hát meg kell várnunk, hogy az indiánok támadásra induljanak. Nem várhatunk tovább, uraim. Ha nem tudnák, jaguárral állunk szemben. Csak hadd jöjjön. Szívesen látom. Talán várjuk meg, hogy ezt az inka herceget megkoronázzák? Periónak igaza van. Nem várhatunk tovább. Csak az időt vesztegetjük. Ön tudja legjobban, milyenek az indiánok. Mit tanácsol? Menjenek vissza. De hát mit jelentsen ez? Csak nem képzeli, hogy azért jöttünk idáig, hogy most visszaforduljunk? Nem tudom hasznukat venni. Mi hibáztatok? De senyores, miért izgatják fel magukat? Ha? Mit várhat az ember egy banditától? Majd én beszélek vele. Nem hagyhatjuk, hogy egy rablóvezér talancsolgasson nekünk. Hé, várjon csak! Nagyon ostobának, sőt, sértőnek találom a viselkedését. Azon kívül nem méltó az ügyhöz, amelyért valamennyien az életünket kockáztatjuk. Pű! Teljesen elment az esze? Tudod mi ez? Egy kipu. Ez elmondja, hol rejtették el a régi inkák a kincseiket, elmondja annak, aki az ilyen csomóírást el tudja olvasni, és akinek a kipu másik fele a birtokában van. És kinél van? Egy öreg inka papnál, a neve Anciano, és egy állítólagos inka hercegnél a neve... Haukaropóra, hiszen ez a két ember az, akit mi... Most már kezdem érteni a dolgot. Maga tehát a forradalmat ki akarja használni a saját céljára. Másképp nem lehetett előcsalni a vérrókát a barlangjából. Holnap találkozom vele, és te velem tarthatsz. Vagyis magában nem nagyon bízik meg az öreg, ugye? Hát különben osztoznék veled. De a többiek... Nem hinném, hogy az indiánok a kincset önként kiadják. Azt mondtam, önként? Nem. Ja, úgy szóval... Értem. Jól van, benne vagyok, de van egy kikötésem. Csak azután, ha már Haukaropóra segített nekünk Castillát megdönteni. Utána azt csinálhat vele, amit csak akar. Köszönöm. És hol lesz a találkozó Haukaropórával és Ancianóval? Nem tudom, oda vezetnek hozzájuk. Emiatt ne aggódj. Nincs kedve megnézni, hol tartanak a hangyák glotinóékkal? Ez nem glotinó. Azt az indiánok már jó rég a más világra küldték. Akkor minek ez a hec a hangyákkal? A mulatság kedvéért. Úgy. Szóval nem akarja megölni őket? De! Miért ne? A lőporos zacskókat! Mi a szándékod? Nyisd ki a nyeregtáskákat! Gyorsan! Úgy, ez elég lesz. Figyelj a bagolyhúhogásra! Lopódzát a másik oldalra! Jó. Beszéltem a Gambuzinóval, és beláttam, hogy igaza van. Tényleg helyesebb, ha önök visszatérnek a helyőrségükbe, és szépen... Mi az? Üljetek rá! Azonnal megismertem. Régi számadásunkat kell kiegyenlítenünk. Mi csak, mi történt? A kötelek. Csit! Valaki elvágott a kötelek. Ki maga mit akar? Hogy kerül ide? Feküdjön le! Ne mozduljanak, amíg nem szólok. Figyelem! Fel! Utána! Hé, te lajhár, kelj fel! Gyorsan! Utána! Hogyan vágta el? Észre se vettem. Gyakorlat kérdése, professzor úr. Úgy elzsibbadt a lábam, alig tudok menni. Főnök, a foglyokat megszöktették! Gyorsan! Könnyű azt mondani! Szedjük a lábunkat gyorsan! Eli nem mer még utolérni! Hárman voltak, hol a harmadik? Jöjjön már! Gyorsan! Mindenki lóra, el innen! És mi lesz Jaguárral? Hagyja, hogy kereket oldjon!
az most már nem tágít tőlünk, mindenütt a nyomunkban marad. Gyerünk, indulás! Hát? Azonnal induljon egységével a Machu Picchuhoz. Ön nekünk nem parancsol. Tudom, mit csinálok. Geronimo, Geronimo, minden pompásan ment. És végre sikerült. Megtaláltam a bátyám gyilkosát. És most mégis kénytelen vagyok futni hagyni, mert ő az egyetlen, aki elvezetett Haukarapóra herceghez. A herceg él? Igen, és Anciano is, de már nem sokáig, ha nem lépek közbe. Te most helyezd biztonságba azt a három szerencsétlen flótást, aztán gyere utánam, amint lehet. Hogy találok meg? Jeleket hagyok neked. Jaguar, tornádó közeledik, most nem indulhatsz. Muszáj! Haukarapóra életéről van szó. Mondd, kérlek, nem pihenhetnénk egy kicsit, kérlek. Megérkeztünk. Itt vagyunk a Titicaca tónál. Akkor most már hamarosan megtalálom a nagybátyámat. Köszönöm. Ez még nem a Titicaca tó. Az 20-szor olyan nagy, mint ez. És ott van, azokon a hegyeken túl. 100-nál is több sziget van benne. És Manco Capac csak 3 hold alatt tudta megkerülni. Ő a napfia volt. És a tó hullámaiból született. Feleségével, Mama Okluval együtt kelt ki a habokból. És ők ketten alapították meg az Inka birodalmat. Manco Capac, Mama Oklu. Emlékszem, az iskolában ezt hónapokon át tanultuk, és engem akkor is borzasztóan untatott. Bocsáss meg, de én mindig csak akkor figyeltem, amikor az öreg tanítónőnk végre beszélni kezdett azokról a mesés Inka kincsekről. Bár azokról ő maga se tudott valami sokat. Mondd, kérlek, tényleg létezik a kincs? Tudom, nem szabad tőled semmit kérdeznem. Tovább kell mennünk. Hogy már is? Illapa a vihar istene közeledik. Tornádó? Ne félj. Biztonságos helyre viszlek téged. Amióta találkoztam veled, egyáltalán nem félek. Ha, mesterlövész lehetett, aki erre megtanított. Az apám. Azt mondják, senki sem volt nála gyorsabb. Még a nagybátyám sem, pedig ő messze földön híres lövész. Napok óta hajszolsz, hogy keressen meg neked, és még a nevét sem akarod megmondani. Te megmondtad a magadét? Az én apám a legeslegjobb, a legkedvesebb ember volt a világon. És mégis megölték, amikor még gyerek voltam. Az én apámat is megölték. 10 éves voltam akkor. És a saját szememmel láttam. Orvul támadtak rá, gyávák voltak ahhoz, hogy szemtől szembe jöjjenek. Akkor úgy látom, hogy közös a sorsunk. És mégsem bízol bennem. Komolyan azt gondoltad, nem, hogy én... Csak egy pillanatra szörnyen megijedtem, ezt meg kell értened. Fölriad az ember és meglát egy arcot, amely... Tudom, hogy nem kell félnem tőled. Miért nem mondod ki kereken? Egy arcot, amely idegen fajta. Ó, dehogy! Teljesen félreértettél engem. Elmesélek neked valamit. Apám egyszer hosszú útról érkezett haza. Általában sokat utazott. Akkor éppen Kínában járt. Megkérdeztem, szereti-e a kínaiakat. Ő azt felelte, nem. De az indiánokat kérdeztem. Azokat ugye szereted? Megint azt mondta, nem. Na és hogy vagy a spanyolokkal, olaszokkal, franciákkal? Szereted őket? Nem, nem, nem. Képzelheted, mennyire csodálkoztam, és azt kérdeztem tőle, akkor hát kit szeretsz? És ő azt válaszolta, a barátaimat. Amióta együtt vagyunk, sok olyat mondtál nekem, ami elgondolkoztat. De a te elbeszélései sokkal érdekesebbek. Olyan fáradt vagyok. Mesélj még nekem valamit. Például, mesélj az inkák kincséről. Megteszed? Mindig azt képzeltem, hogy a tornádó jön és megy, és tessék, az ember mennyit téved. Tarts szép nyugodtan, Frici. Jó kis búvóhelyet találtunk. A banditák nem is vettek minket észre, pedig az egyik fickónak a lova még rá is taposott a kezemre. Nagyon gonosz alakok voltak. Micsoda kutya, hideg van itt, iszonyú. Majd mindjárt jó meleg lesz, professzor úr, egy pillanat. Meleg, mint az anyja kebelén. Van itt minden, ami kell.
Kandallófa. Olyan ez a barlang, mint egy összkomfortos hotel. Sőt, még folyóvíz is van az igényes vendégek számára, mi, Fricsi? Aha. Ki mindenkit anyázhatott már itt? Aranyásul, ősemberek, ősállatok. Jó lesz, ha vigyázunk. Nem lehetséges, hogy egy megatérjön is tanyázott itt? Megáll az ész. Don Ementáli dolgozik. Oho! Úgy látszik, téged megfertőztek a hangyák. Mik ezek? Mutasd csak. De hiszen ezek csontok. És milyen óriásiak. Hol találtad őket? Van ott több is? Sí. Oda vezetsz? Sí. Megáll az ész. Megáll az ember esze. Csípjen meg valaki, hogy fölébredjek. Itt a születésnapi ajándék a professzor úrnak. Lehet, hogy egy Dianasaurus. Ne pislogj olyan ostobán a poncsód alól. Menj át a professzor úrhoz, hozd el nekem azt a vastag könyvet, a lexikon. Szép. Szépen idehozod. Szép. És holnap reggelig mi ketten összerakjuk ezt az apró jószágot, érted? Szép. És senkinek egy szót se. Szép. Főleg a professzornak ne. Szép. Szép? No. Hát! Te sem hagytad volna védtelenül kint a viharban. Talán Virakocsa akarata volt, hogy találkozzon vele. Sok olyat mondott nekem, amit eddig nem tudtam. Ezeket a térképeket a fehérek azért készítik, hogy minket becsapjanak és elnyomjanak. Őseink birodalma gazdag és hatalmas volt. Mégis milyen kicsi a többi országhoz képest. Az igazság a mi oldalunkon van. Igazság az, hogy minden fehérnek meg kell halnia? Meg kell halniuk, ha nem is mindnek. Azok, akik holnap ide jönnek, segítséget kínálnak. A Gambusino segítsége. Vivanco egyik embere is elkíséri. Talán nem áruló mindkettő? A fajtájuk árulói? Igen, árulók. De jó fegyvereik vannak, amikre szükségünk van. Később az árulók megkaphatják azt, amit minden áruló megérdemel. Anciano. Neked köszönhetek a legtöbbet a világon. Apám lettél és tanítom. De mostanában, mintha gyűlölet tölteni el a szívedet. Vajon a helyes úton jársz-e? Kérdezd meg Virakocsát. Ő vezérli minden léptemet. Fiam, te vagy az utolsó inka. Népünk benned látja vezérét, benned reménykedik. A te bölcsességedben, a te erődben és bátorságodban. Nélküled mindörökre semmivé lenne álmunk, birodalmunk feltámadásáról. Sikerült. Kész a nagy mű. Fricikém, megint ügyes voltál. Hadd abba ezt az égtelen trombitálást, összeomlik az állat. Még egy hang és lekenek neked egy olyat, mintha ez az őslajár lépett volna rád. És most felkeltem a professzort. Ó, professzor úr, már fenn van. Á, Fricikém, hát te itt vagy. Felébredek, senkit sem látok. Don Geronimo sehol, te sem vagy sehol. Már azt gondoltam, valami baj van, Fricike. Mélyen tisztelt professzor úr. Vannak az életben olyan napok, amelyeket ünnepelünk, és ajándékkal teszünk emlékezetessé. Önnek ma van a születésnapja, tisztelt professzor úr. És mert ez ünnepnap önnek, nekünk is nagyon nagy ünnep. Ebből az alkalomból egész szívünkből gratulálunk. Egy verset is írtam. Még verset is? Igen, de azt majd este kapja vacsora helyett. Addig is, tisztelt professzor úr, engedje meg, hogy ajándékul... Csí! Átadjunk egy csodás!
Meddig bolyongunk még ezekben az átkozott hegyekben? Csigavér, mindjárt ott leszünk. Hol vannak azok a nyavajás indiánok? Ne le a fegyverrel. Hagyj csinálnak, amit akarnak. Később majd úgyis ők táncolnak úgy, ahogy mi fütyülünk. Látod? Már jönnek is. Isten hozott. Üdv, barátom. Csak kettő jöhet velünk. Jó, a társaim majd megvárnak. Most még a szemünket is bekötik. Mit meg nem engednek maguknak? Én bekötött szemmel is kiismerem magam a környéken. Már nem lehetünk messze a Machu Picchu-tól. Á, ahol maga annak idején. Úgy van. A többi itt marad. Induljunk. Eljött tehát a döntő óra. A pergamen, amelyet alá kell írnotok, tartalmazza az általunk követelt tűzfegyverek számát. Ha az üzletet megkötöttük, azt a fizetséget kapjátok, amit megérdemeltek. Ez zagyva locsogás. Én ilyen szerződést nem írok alá. Én pedig aláírom. A pillanat túl ünnepélyes ahhoz, hogy aggályoskodással vesztegessük az időt. Az Inka fogad benneteket. A főpap arra kér, hogy beszélj a sápatarcokkal. Megyek. Előbb szeretnék tisztázni valamit, ami számunkra igen fontos. Háborotoknak, ha jól tudom, a fehérek megsemmisítése a célja. És mivel mi ketten szintén fehérek vagyunk, ugyan a főpap biztosított bennünket a védelméről, én mégis... Az Inka szavának nagyobb súlya volna. Még nem vagyok király. De örömmel hallottuk, hogy küszöbön a megkoronázása. És én még hozzáfűzöm, teljesüljön mindaz, amit szívből kívánunk neked. Tíz éve kereslek, gazember! Tíz éve hurcolom a vállamon a te bűnöd súlyát, de most leszámolok veled! Megállj! Mit merészelsz, idegen? Azok, akiket megtámadtál, a barátaim. Hamis barátok ezek. Azért jöttek, hogy becsapjanak és eláruljanak. Átkozott pokolfájzat. És te ki vagy? Ismersz engem jól. De... kérdezz csak meg a főpapot. Ő megmondja, hogy ki vagyok. Ismered ezt az embert? Ismerem. Ő a te atyád gyilkosa. Anciano. Ő meg a testvére. Még ma is látom, amint szegény atyát holtteste fölé hajol, és amint közeledni látott, gyáván elfutott. Anciano. Beférkőztek atyád bizalmába, hogy megkaparintsák a kincset. Ez volt a célja 10 évvel ezelőtt, és ez ma is. Fogjátok el! Élve kell elfogni! Elfeneked, nyavajás! Ez a gazember az elnök barátja, és a mi ügyünk ellensége. És még Jaguárnak meri nevezni magát. Jaguárt mindig úgy ismertek, mint az indiánok barátját. Biztos, hogy nem tévedsz, Anciano? Nem tévedek. Ennek a gyilkosnak az arca belevésődött az emlékezetembe. Na nézd csak! Ez meg mi a csoda? Nem a ti csomóírásatok véletlenül? A kipu. Tahuka kipujának másik fele. Ime, itt a bizonyíték. Ő tépte ki Tahuka kezéből. Most már láthatod, kiben bízhat. Ismét együtt a kipu két darabja. Égi jelez nekünk Virakocsától. Azt akarja, hogy ismét ragyogjon az inkák elrejtett koronája. Menj és hozd elő a koronát a barlang sötétjéből a napvilágra. Kísérjétek jövendőbeli királyotokat a Machu Picchu-ra. Őseimnek a napfiainak szent földjére egyedül lépek, de előbb még. Ne hagyd magad eltéríteni oly dolgok által, melyek kötelességed útjában állnak. Beszélnem kell vele. A sápat arcú lányt majd viszont látod a Machu Picchu-n. De most nem késlekedhetsz tovább. Néped türelmetlenül vár. Virakocsa áldása kísérjen.
Vezesd ide a lányt, az inka rejtek helyén van. Ti pedig keressétek fel valamennyi törzsünket, és adjátok tudtul, hogy az új inka koronázásának napja elérkezett. A gyilkost akasszátok fel. Ez nem valami kényelmes neked. De így talán jobb lesz. Carlos! Graciella! Hát te hogy kerültél? Hagyd ezt most! Hogyan segíthetnék? Az indiánok! Fuss, Graciella! Menekülj! Jaj! Eresszetek! Graciella! Eresszetek! Graciella! Carlos! Hová? A Machu Picchu-ra. Az öreg varázsló keresztül húzta a számításunkat. Hogy kaparintjuk meg a kincset, ha az egész hegy hemzseg az indiánoktól? És a forradalom ilyesmivel kockáztatta a sikerét? Olyan fütyülök a forradalomra, mindenki törődjék a maga dolgával. Már is megyek a cimboráimért, és te? Velünk tartasz, vagy nem? Rendben. Hozok erősítést. Arra az esetre, ha nem menne simán. Két ló, lovas nélkül. Gyerünk! Nézd csak körül, Fricike. Ha? Attól tartok, hogy lovasok jönnek, méghozzá lóháton. Igen. Professzor úr, azt hiszem, a csúszás-mászás nem segített rajtunk. Észrevettek. Sajnos a lovaink nem elég mély növésűek. Hát igen, ha Don Parmesan velünk lenne, akkor most nem kéne, hogy fájjon a fejünk. Szí. Igen, igen, azt hiszem, meg kell adnunk magunkat a sorsnak, na meg a katonáknak is. Ne féljen, professzor úr, én is itt vagyok. Állj! Mit csinál itt, szenyor? Ó, bocsánat, ezredes úr. Tiszteleg! De ez nagyon derék, szóval ön felismert. Bízza csak rám a tisztulat, nyugodtan levethetem az inkognitómat. De... jelentést, hadnagy úr! A 13-as lovasszázad Cuscóból titkos küldetésben. És kinek a parancsára? Hát a parancsot ugyebár... Na, nyögje ki! Hát Señor Perillo parancsára. Ó, Perillo, a bikaviador. Hát hogyan adhat egy bikaviador parancsot egy hadnagynak, hadnagy úr? Szíveskedjék nyilatkozni, hadnagy úr! Neve? Nagyon különös, rendkívül különös, mondhatom. Na, neve? Escobido, hadnagy. Jegyezze fel. Szálljon le. Na de ezredes úr, kérem, nem értem. Ez parancs, ha nem vette volna észre, igen? Professzor úr. Maga hallgasson, őrmester. Professzor úr. Mit akar? Nézze csak. Mi van ott? Nézze, ki jön ott. Ó. Hát, arc. A lovaságnál ilyen vezényszó nincs, ezredes úr. Igazán nincs. Elég sajnálatos. Ezennel bevezetem. De jó, hogy itt. Micsoda, már megint maguk?
Eszkó Bigyó kapitány, tartóztassa le ezt az alakot hazaárulásért. Hol vagyok, az őrültek házában? Ezredes úr, én nem maga is tudom. Maga ne tudjon semmit, maga engedelmeskedjék. Ezennel lefokozom gyepmesterré, házmesterré, őrmesterré. Adja ide, kérem a kardját. Eszkó Bigyó megőrült. Pofa be! Na jó, killódjon maga vele. Ez egyszer még elnéző leszek. Egyelőre maradjon kapitány. Ezt a felforgató elemet azonnal vasra vereti. Nekem ez a fickó mindig ellenszenves volt, ezredes úr. Antonio Perillo, letartóztatom! Escobido hadnagy, most már aztán elég a komédiából! Kapitány, ha szabad kérnem! Az ezredes úr az imént léptetett elő. De hiszen ez a pojáca sose volt ezredes! De igen, csak áruhában volt. Ez itt Gottino ezredes. Ön mondta nekem. Nagyon jól emlékszem a szavaira. Kötözzétek meg, vagy én kötözhetek a lófarkához titeket! Azt próbálja meg valaki, aki hozzám mer nyúlni, azt lelövöm. Le alulról! Utána! Egy pillanat! Utána! Fogjátok el! Hozzátok vissza! Nem mehetek haza Fritz nélkül! Már fogom, csak jöjjenek, segítsenek! Nem bírom sokáig tartani! Segítség! Miért kell mindig egyedül elintéznem mindent? A parancsot végrehajtottam. Escobigyó őrnagy, gratulálok! A foglyot Limába kísérteti, és a parancsnoksága alatt álló század különösen nagy horderejű politikai megbízatást kap. A csontok felmálházva. Jól van, jól van. A leletet azonnal elszállítja Limába, és minden egyes csontért az életével felel. Megértette? Elmasírozhat. Na hát, professzor úr, ezt aztán jól megfagyúzta. Szíveskedjék, vigyázz ma állni, ha velem diskurál, jó? Hát ennyire sietős! Állj meg már egy szóra, szeretnénk egy kicsit elszórakozni veled! Vége a játéknak! Kilő! Mitől kik voltak? Ugorj föl mögé! Ketten vannak! Utánuk el kell kapni őket! Machu Picchuhoz. Bár több lőszerünk lenne. A sűrűbe! Fogd át a nyakam, gyere! Bajló, hogy hagyj itt, és igyekezz minél gyorsabban a Machu Picchuhoz. Ostobaság, csak nem képzeled, hogy itt hagylak. Ugyan már. Mit akarsz, a hátadon akarsz cipelni egész úton? Nem hagyhatlak itt. Mi értelme, hogy mindketten meghaljunk? Vigyázz! Add ide a revolveredet. Te tovább mész, én megfedezlek téged, amíg csak bírom majd szusszal. Nem. Carlos, már csak perceim vannak, ne tedd még nehezebb.
Menj Istent! Tedd, amit tenned kell! Ne vesztegesd az időt, menj már! A többit bízd rá! Carlos! Carlos! Tessék! Hagyj hátra a jeleket, Carlos, hogy megtaláljalak! Regy már! Uram és parancsolom. Elhoztad? Milyen büntetést érdemel az, aki apád gyilkosát ki akarta szabadítani? Ugyanazt, amit a gyilkos. Elfogták? Igen. A gonosz szellemek tavánál. Igen, megtettem, mert ő ártatlan. Nem! Éppen olyan bűnös, mint te, mert nektek minden gondolatotok az arany. Anciano, nem ismered őt eléggé ahhoz, hogy ilyen bűnnel vádold. Te pedig véded anélkül, hogy eléggé ismernéd. Vagy talán megmondta neked, hogy Jaguar a nagybátyja? Hát persze, hogy nem mondta meg, mert attól tartott és joggal, hogy elveszti a bizalmadat. Még mindig azt hiszed, hogy találkozásotok a véletlen műve volt? Képtelen vagyok róla feltételezni, hogy tudott nagybátyja bűnéről. Az én nagybátyám nem bűnös. Ti azonban jóvá tehetetlen bűnt követtetek el. Halálra ítéltetek egy ártatlan embert, mert ez az aggastyán a fehérek elleni vak gyűlöletében ezt követelte tőletek. Ismerem a fehéreket. Tudom, milyen jól értenek hozzá, hogy visszaéljenek a barátságunkkal és nézd a bizalmunkkal. Nézd rám, Haukaropóra. Igen. Most már tudom a nevedet, de csak nem sokkal ezelőtt tudtam meg. Te is csalónak és hazugnak tartasz. Ne higgy neki! A nagybátyja bízta meg azzal, hogy szedjek ki belőled a kincs titkát, és előbb vagy utóbb hozzá is kezdett volna, előbb csak ártatlan kérdésekkel... Ez aljas rágalom! A nagybátyám semmivel nem bízott meg. Ó, tudom, mire gondolsz most, de az nem azért volt. Megkérdeztelek ugyan, de hátsó gondolat nélkül. Nem volt semmi célom vele, esküszöm neked. Hogyan is tarthatsz képesnek ilyen aljasságra? Nézd meg a kincset! Amelyre mindnyájan megszállottan vadásztok. Nézd meg! És aztán ítéld meg magad, megérte ez a nyomorult arany, hogy megöljétek az apámat. Hogy visszaéljetek a bizalmammal. Hogy elárult a barátságomat, amelyet őszinte szívvel kínáltam fel neked. Nézd csak meg jól! Ezt a barlangot élve nem hagyod el. Te beszélsz barátságról és bizalomról? Te, aki ennek a mániákus öregnek jobban hiszel, mint nekem? Te az apád haláláról beszélsz. És az én nagybátyám, akit ti öltetek meg? Rendben van, csak higgyél annak, akinek akarsz. És ölj meg engem, akár most azonnal. Nekem már nem tudsz fájdalmat okozni. Az én lelkiismeretem tiszta. Azonban óvakodj apád és az én apám igazi gyilkosától. Az nem fog visszariadni semmi aljasságtól, amíg a kincset... Bravo! Bravo! Elmondta helyettem, amit én úgysem tudtam volna. Az első kísérletnél hibákat követtem el, de most majd ügyesebb leszek. A hölgyike szeret téged, ezt a vak is látja. És úgy látom, te is belepistultál. Hát nem szép, hogy végre mindegyütt vagyunk. Ó, hogy én néha milyen istenverte féleszű vagyok. 10 évig kerestem ennek a barlangnak a bejáratát, és nem találtam meg. Na, de most végre látni akarom a kincset. Lépésre tovább! Nyugi, kis öcsém! Ez a ostoba azt hiszi, hogy megijedünk egy fáklyától. Ettől talán majd megijedtek. Inkább meggyújtom a csurgokban szunnyadó tüzet, és én is meghalok. De őseim öröksége nem jut mocskos kezetekbe. A szunnyadó tűz. Igen, erről már hallottam. Nektek inkáknak van egy csomó ravasz trükkötök, amik nekem nem tetszenek. A legegyszerűbb lenne mindnyájatokat lepuffantani, de a vidék hemzseg az indiánoktól. Így hát szükségem van egy túszra. Most rendben van, felséget nyert. De csak egy percre, gyere! Ah! Ereszted el!
Engedj el a kezemet, elhagyd! Elhallgass, hogy betömöm a szád! Most aztán felrobbanthatod magadat és a kincseidet! Végre egymás között vagytok! Ez a kis mamuska, ajajajaj, ez a gyönyörűség! Nem szeretnék a bőrében lenni! Mit szóltok hozzá, cimborák? Ne hallgass rá! Fogd a pofát, cituskám, vagy levetem a gyerekszobámat! Mindig úgy hallottam, hogy ti inkák rendkívül nagy kultúrájú, intelligens nép vagytok. És az ilyesmi roppant imponál nekem, ezért remélem nem támasztasz semmi akadályt, ha magammal viszem az aranyat. Elegáns gesztus lenne, ha az indiányaidat is rendelkezésemre bocsátanád, hogy segítsenek cipelni. Remek tipp, igaz? A hölgy szemében is nagyot nőnél. Karamba! Már megint ez az ördög! El a kezekkel a Szent Koronától! Segítség! Segítség! Carlos! Gyere! Ne! Ne! Gazember! Pusztulj! Apám gyilkosa végre elnyerte büntetését. Tessék. Ez csak kis része annak a temérdek kincsnek, amire oly kíváncsi voltál. Csodálatos gyűrű. A kéz is az volt, amit díszített. Az inka felesége viselte a koronázás napján. Az új inkának, aki ma ül a trónra, nincsen asszonya. És nem is lesz neki soha, amíg az istenek élni engedik. Azt, akit asszonyául szeretne, nem veheti el az ősi törvények miatt. De örökre vele kell, hogy maradjon a szívében. Látod, sokat kívánok ezért a gyűrűjért. Készen vagy, uram? Még a nevedet sem tudom. Graziella. Graziella. Thank you.
Aukarapóra! Ennek szörnyű következményei lesznek. Nem szabad elfogadnod a koronát. Tudom, miben sántikálsz. Meg akarod akadályozni a koronázást. Elag az emberrel e megszentelt helyről! Állj! Ez az ember a védelmem alatt áll. 10 évvel ezelőtt hallgattam rád, és a királyotoknak meg kellett halnia. Meg fogom akadályozni, hogy mind elpusztuljatok. Ti pusztultok el, sápadtarcúak! Előzünk benneteket, és megbosszoljuk a sérelmeinket! Szóval mi mindig ez a vesszőparipátok? Bosszút a sérelmekért több mint 300 év után, olyanokon, akik nem bántottak titeket, és békét akarnak. Nem akarjátok megérteni, hogy ebből újabb sérelmek születnek? Az ő utódaik megint csak bosszúért lihegnek. Mit kívánsz tőlem? Legyen erőt felülemelkedni a múlt igazságtalanságán, és örökre véget vetni az értelmetlen gyilkolásnak. És mi maradjunk örökre a ti rabszolgáitok? Nem, a testvéreink. Ha! Gyere velem, Haukaropóra. Castillo elnök beszélni akar veled. Meg akarják ölni, ahogy Pizzerról megölte Atahualpát! Akartok békét kötni a sápadtarcúakkal? Hallottad a választ, a nép döntött. Mutatkozz harcosaid előtt. Várják a koronázást. Menj csak. Fogadd el a koronát, és ezzel megadod a jelt a szent háborúra, amelyben mindannyian elpusztultok. Feltámasztja az Inka birodalmat. Csalóka álom! Az Inka birodalom a múlté. Tévedsz. Ott áll a királya, és amíg az Inka él, él a birodalom is. Fiam és parancsolom, büszke vagyok rád. Haukarapóra, Tahuka fia, mi a legszentebb kötelesség, amelyet trónod rád ró? Népem javát szolgálni. Tudod, mi vár rád, ha e kötelességedről megfeledkezel? A halál. Kész vagy tehát az Inka koronáját elfogadni? Nem. Jaguar megmutatta nekem, mi az, amit tennem kell. Értelek. Visszautasítod a koronát, a nép színe előtt, hogy megakadályozd a szent háborút. De már késő. Most már nincs visszaút. Az Inka elfogadta a koronát! A birodalom feltámadt! Ragadjatok fegyvert! Ereszetek félre! Hauka! Térjetek haza!
Ez volt az Inka végső akarata. A legbátrabb ember volt, akit ismertem. Castilla elnök kívánsága teljesült. A háborút megakadályoztuk, de túl nagy árat fizettünk érte. Soha többé nem láttam viszont a Machu Picchu-t.